nem szeretnék egy ilyen ígérgető politikát folytatni. Az esetleges kampányígéretek és a választók képviseletének felelősségéről beszélt Bábel Ildikó csütörtökön azon az utcafórumon, melyet a Baktai úton tartottak Dúcs Dáviddal és Pakusza Zoltánnal, a Mi Hazánk mozgalom alelnökeivel. A két politikus támogatásáról biztosította az EGRI 7-es számú választókörzet képviselőjelöltjét. Nyugodtan fordulnak majd hozzá az emberek bizalommal, meg fogja őket hallgatni, azokat a problémákat pedig, amelyek jelenleg vannak a választókörzetben, azokat egy tolmácsolva tudja a városvezetés felé. Az érteklődőket pedig arról igyekezték meggyőzni, hogy Bábel Ildikó személyében megfelelő érdekképviseletet kaphatnak. Szó esett aktuál politikai kérdésekről, és természetesen a háború problémája sem maradhatott ki, bár a nyugatellenes pártnak némileg más véleménye van a többséghez képest. Az egész világ egy újrarendezés előtt van. Mitől ne lehetne ez az újrarendezés egy olyan újrarendezés, ahol végre mi nem a rossz félen állunk, végre mi nem a vesztes oldalon állunk, hanem végre a nyertes oldalon, és végre nem egy újabb veszteséget vagyunk kénytelenek elszenvedni, hanem a régi sérelmeket fogja valaki helyreállítani. Ez nem tudom, hogy így van, nem tudom, hogy esetleg máshogy van, egyet tudok. Kifejezetten nem vagyok nyugatpárti, hiszen ha a nyugatot nézzük, akkor láthatjuk, hogy a romlottság és gyakorlatilag a deviancia az, ami úrrá lett a nyugaton. Minden, ami régen normális volt és támadhatatlan és szent volt, az most minden ostrom alatt van, és ami régen minden palástolni való volt, és igazság szerint senki nem kérkedett vele, az pedig minden most már általánossá kezd válni, és mindent el kell fogadni. Látjuk, ezt tudja produkálni a nyugat. Amikor egy civilizáció eléri a csúcsát, akkor egyfelé vezet már csak az út, az lefelé. A képviselő jelölti terveket meg kell alapozni Bábel Ildikó szerint. Mi kell ahhoz, hogy egy fa életben maradjon, amikor elültetjük? A talajt kell előtte megművelni és előkészíteni arra, hogy az a facsemet, amit beleültetünk, az utána majd gyümölcsöt hozó fával növekedjen. És azt gondolom, hogy itt az elkezdett munka is kicsit erről szól, hogy elkezdjük megmunkálni a talajt, az emberek lelkében azt a talajt, amire majd be lehet majd ültetni. Bábel Ildikó hozzátette, győzelme esetén azt tervezi, hogy minden a lakosság érdekét szolgáló intézkedés mellé igyekszik odaállni és támogatni azt.